Eddig? Eddig? Ott volt a nok, ott volt a nok. Hello mindenkinek, Ryder vagyok. Ma az Apex Legends nevű játékkal fogunk játszani, ami nemrég jött ki, és gyakorlatilag egy team-based Battle Royale játék, ahol hárman vagyunk egy csapatban. A játékot nem más, mint a Respawn Entertainment fejlesztette, akik igazából a Titanfall játékokért is felelősek. A mi csapatunk Mirage, Vét, illetve Giblartán lesz, és egyszer megtanulok R-betűket is kimondani, ígérem nektek. Na most, ez a mi csapatunk, mint ahogy az előbb mondtam, és teljes összet leszek mindenkivel, nemrég kezdtem el játszani a játékot, tehát van még hová fejlődnöm, ezt mondanám, hogy van még hova fejlődnöm. Én vagyok a Jumpmaster, az én fogom megmondani, hogy hova menjünk, oda menjünk. Hova szeretnék menni? Szóval oda menjünk, jó? Az egész csapat követ minket. Nagyszerű. Nagyszerű. A játék, hát igazából azt kell mondjam az első pár meccsen után, hogy igen szórakoztató. Ezen a leghelyesebb mondat. Oké, őt meg kell fenekelni. Azt kell mondjam, hogy a játék igazán szórakoztató, és mivel láthatjátok is, ahogy VX épp csúszott egyet, hogy ez a játék, ez bizony-bizony igen erősen inspirálva van, akármennyire mondta a Respawn Entertainment, hogy nem csinálják egy Titanfall 3-at, ez erőteljesen inspirálva van a Titanfall játékból, ugyebár ebből a mozgásból kiindulva, egyszerű, nyitottam egy lootos ládát, és mi volt benne? Hát loot nem. Jó, de legalább van egy gránátunk. Van egy gránátunk, ami azért valamire jó lesz. Ja nem, ja hogy nem. Oké, van még egy. Van még egy gránátunk. Igazából fegyverre lesz szükségünk, amit találtunk is. És egy kis pajzsot is, jó van. Most már összemerem dugni a fejemet az ellenségeket, vagy egy wingman pisztolyt. Shotgununk nincs. Jó. Oké. Oké, teljesen kezdünk haladni, ezt nem vettem föl? Ja, azért mondom, erről van szó. Oké, szóval a játék célja, meg fog mindenki lepődni, de mint minden egyes Battle Royale játéknak, az, hogy túléljük a dolgot. Ez a cél. Ez a legnagyobb cél. Hogy túléljük a dolgot, mi vagy csak heavy rangyunk vannak. Ezért most nincs szükségünk erre. Medkit here. Oké, hol van medkit? Megyek. Megyek. Amilyen kis balfasz vagyok, nekem erre szükségem lesz. Ó, ez az. Komolyan? Ember, szóltam, hogy kell. Not cool, bro. Not cool. Oké, és igazából... Ahogy azt jó... Ó, ott menni kell lassacskám. Ahogy azt jó Battle Royale-re megszoktuk. Van egy kör. Van egy kör, és afelé kell haladni, mindig gyakorlatilag. Most úgy fest a dolog, hogy a pálya közepére fogunk érkezni. Az első benyomásom, valószínűleg ezt is kellene mondjam, az, aki ott csinálok itt egy gameplayt. Az első benyomásom a játékról igazából az, hogy egész jó játék. Egész jó játék, azt kell mondjam. Azt kell mondjam, első körben. Csapat teljesen máshol lootol, ami nem probléma, őszintén szólva, nem probléma, viszont előbb-utóbb mennünk kell, igaz, hogy még van bőmednünk, hiszen még csak 2 perc múlva fog bezáródni a gyűrű, a kör, nem tudom, hogy fogjuk ezt hívni, hogy valahogy eldöntjük. Nem akarnék oda menni igazából, de semmi gond, most már kicsekkoltam, legalább hát, hogyha jönnek a többiek. Na most Gibraltar képességével valószínűleg arról is kellene egy kicsikét beszélni. Igazából a passzívunk az, hogyha célzunk, akkor bedobódik egy pajzs, amit kitartunk magunk elé, és ugyebár jobban tudunk, tankosabban tudunk lőni. A kunk az gyakorlatilag egy Winston-féle, Overwatch-ból Winston-féle pajzs. Az ulting
Ó, oké, az kellene. Már a szükségem menne. Az ulting, az pedig egy gyakorlatilag egy paradiszos Viktor-féle bombázás. Jó, nincs, nincs csak shield. Aha, oké, csak pajzson van. Jó, csak pajzson van, csak pajzson van, oké. Többiek teljes mértékben belehagytak engem. Nem azt mondom, hogy magányos vagyok, de hogyha én lennék szamár, akkor tudnám, mit énekelnék. Na most a nagy érdekesség az egész játékban, hogy így gyorsabban adunk, hogyha tudunk csúszkálni, ugye. Igazából ez az, ami sokat dob a játék dinamikáján, hogyha csúszkálunk, akkor egyszerűen jobban haladunk. És hogyha el van dugva a fegyverünk, akkor még jobban haladunk. Ez nagyon hangsúlyozva van a játékban azzal, hogy igazából amennyiben ugye a tutorialt játsszuk, abban is mondják, hogy ha elrakjuk a fegyverünket, akkor gyorsabban tudunk mozogni. Oké, hol vannak a többiek? Jó. Haladjunk tovább. Érdekes, amúgy az egész játék a formulán, hiszen gyakorlatilag muszáj csapatban játsszuk a Battle Royale-t. Muszáj csapatban játsszuk, mindig valakivel játszunk. Soha nem egyedül. Soha-soha nem egyedül, és igazából fel tudunk támadni, tehát a többiek fel tudnak minket támasztani, hogyha arról lenne szó. Ami szerintem egy hatalmas nagy ötlet. És megint laggoltunk, látom, hogy laggoltunk a pitába. Sajnálom, mindenkitől a lagokat, mint a 25 FPS-hoz. De valószínűleg lehetne rosszabb is. Oké. Gyűrűn belül vagyunk. Nincs full damage, ha jól vettem észre, nincs full damage a játékban. Aminek csak és kizárólag örülni tudok. Hiszen így még jobban tudunk még jobban tudunk mozogni. Nagyon érdekes amúgy a játék dinamikája, hogy mennyire rá van állva az egész játék erre a nagy mozgásra, erre a gyors mozgásra. Nem látok sehol senkit. Kicsit antiklimatikus első videó, de igazából szerintem nem vészes. Hamarosan be fog indulni, ahogy ez lenni szokott. Hogy ó, nem történik semmi? Nem baj, akkor hamarosan fog. Már nem vagyunk többen, nem vagyunk csak 21-en, ott jobb felső sarokban látszik. És meglepően nincs semmi akció jelenleg. Sehol senki nincs a közelben, aki ellenség lenne. A csapat teljes tagja itt van, teljes bandája itt van pontosabban. És valahol hamarosan mozdulni kell, hamarosan be fog jönni a gyűrű, ahogy látjátok is. Oké. Elindult. Mr. Látszóval elindulok én is. Így a király. Csapatba kell mozdulni, ugyebár. Hogy máshogy. És megint haladni kell, ugyebár tovább a gyűrűvel. Meg az FPS zuhanásokkal. Valószínűleg ezt össze fogjuk hozni. Tehát ne aggódjon senki, hogy ez a videóra már ez meg lesz szólva, hogy ne legyen. Nem látok sehol senkit. Magunk előtt. Van egy négyszeres szkópom talán. Valószínűleg ezt mindenki tudja, de Istenem. Inkább pingelje meg a dolgokat. Hogy bárkit meglepjen a dolog.
Nagyon nincs sehol senki. És nagyon lopakodósra vette a csapat itt a témát. Érdekes amúgy, hogy mivel hogy rá vagyunk készítve a csapatjátékra, ezért egyszerűen beleesünk egy ritmusba, komolyan tudunk bemenni. Egyszerűen beleesünk egy ritmusba, ha tetszik, ha nem. Oké. Okay. Beleesünk egy ritmusba, ha tetszik, ha nem. És hát azzal a ritmussal játszunk igazából. Amit ugye bár a csapat többi tagja diktál. Mr. Lát itt hagyott minket. Ami nem a legjobb, de hát Istenem. Beletartunk. Beletartunk, és akkor nem lesz gond. Az utat, hogyha betartunk, de hogyha jól látom, már Vix is jön. Tehát helyreállt a béke. Ami nagyon fontos. Azért lehet, hogy laggal tele ez epizód, de hogyha képesek vagyunk... az egészet végig kommentálni, azért ez nem olyan rossz. Csapatmunka felső fokon. Amúgy megjegyzem. Ha valami, akkor ez csapatmunka. És itt valami történt. De nem, nem, bocsánat. Azt hittem, hogy ott be tudok. 2019-ben gyerekek azért, hogy be kellene tudni jutni. Be kellene tudni jutni. Elég erőteljesen. Mi van itt? Langba. Oké. Okay. Oké. Okay. Úgyis. Úgyis ezt a fegyveremet ezért használom. Ezt a fegyveremet gyakorlatilag egy sniper rifle-nek. Szóval... onnan lövöldöznek valahonnan. De szerintem ezt mindenki tudja. De hát, hogyha jönnek a többiek. Hát, hogyha jönnek a többiek velünk. Velem. És jönnek is bizony, hogy felnézik a térképre, akkor nagyon szépen jönnek sajnos. El kell döntenem, hogy te kell lesz, hogy a végzetem, illetve azt is, hogy a többiek HP-ját mutatom, vagy a facecam-et, és inkább a facecam mellett döntöttem. Szóval előre is elnézést kérek a csapattársaktól. Akik HP-ját nem látjátok jelenleg, de elárulom, mindenki tele van HP-val, mivel még egy összetűzésünk se akadt senkivel. Eddig? Eddig? Ott volt a nok, ott volt a nok. Az easy knock. Brothers, let's move this way. Oké. Okay. Oké, okay, megy ez, lehet, hogy sniper kell. Hoppa, ott is van egy. Megy ez, gyerekek. Mint az agybevizelés. Oké, okay, csapat már megy lefel, akkor megyek velük. Nem akarok lemaradni. Au! Ki a fejed? You get bamboozled. Minőségi szövegek. Need to recharge my shields.
Ó! Fuck! Oké, okay. Oké, tolja a tesó, tolja a tesó. Hát ez így nem volt jó ötlet. Oh fuck. Oké, okay. Az a baj, hogy kellene még kicsit híreljek. RIP. Hát hölgyeim és uraim, ez volt az Apex Legends. Remélem tetszett az első videó, ha igen, akkor ne felejtsetek el dobni egy lájkot, hiszen ez rengeteget segít. Valamint, hogy jövök a csatornán és szeretnétek még ilyen videókat látni a jövőben, akkor iratkozzatok fel. Én Ryder voltam, hamarosan találkozunk, de addig is játsz tovább!